ebben a folyó? 2 éve alapult a Kék Pillangó Alapítvány azzal a célon, hogy elősegítse az autizmussal élő társaink társadalmi beilleszkedését, és munkájukkal támogassák a jársági autizmusban érintett családokat. A Kék Pillangó Alapítvány autizmussal élő gyermekek megsegítésével foglalkozik, ebbe beletartozik az autizmus specifikus fejlesztés, ahogyan ez most zajlik is a háttérben. Boldogságórán is részt vesznek a gyerekek, ahol önbizalomnövelő és stresszkezelő módszereket tanulhatnak, tantárgyi megsegítést kapnak tőlünk, illetve művészetoktatással is foglalkozunk. Stábunk ellátogatott egy fejlesztő órára, ahol enyhe és középsúlyos autizmussal élő gyerekek a felsorolt speciális foglalkozásokat megkapják. Ezek pozitív hatásairól a szülők meséltek nekünk. Én nagyon sok pozitív fejlődést tapasztalok nála, nagyon sokkal nyitottabb lett a társaival, felnőttekkel többet barátkozik, illetve járunk külön angolra, nagyon-nagyon sokat fejlődött az angol tudása neki, és úgy összességében nagyon sok barátot szerzett, úgyhogy boldogan jön ide. Az én kisfiam 4 éves autista, nagyon szerető is ide járni. Nagyon aranyosak a fejlesztősök, a Kitty nagyon sok mindenben segít nekünk, és én is csak ajánlani tudom az alapítványt mindenkinek. Az alapítvány igyekszik a szülők számára is biztosítani tanácsadást, információt a szociális ellátási lehetőségekről, vagy szakembereket a konkrét kezelésekhez. Illetve szemléletformáló órákat is tartanak a jársákban, hogy minél többen megismerjék az autizmus spektrum zavar jellemzőit, érzékenyítsék az egészséges diákokat, konfliktus kezelési módszereket tanítsanak a jobb együttélés érdekében. Bár speciális a célcsoport, mégsem szűk körül. Ezért is rendeztük ezt az előadást, hogy az alapítványokat fent tudjuk tartani. Nem szeretek panaszkodni sem, de a tényeket muszáj vagyok elmondani. Üres a kasszánk. Lassan le kell állítanunk az alapítványt, hogyha nem fogunk támogatókra lelni. Éppen ezért szervezte jótékonysági előadásait az alapítvány március 1. vasárnapjára, melyet 2 színjátszó csoport is támogatott. A Berényi Színjátékos Társaság Münchhausen báró kalandjait megelevenítő komédiáját mutatta be. Azért csatlakoztunk, mert nyilván egyrészt, ha tehetjük, akkor szeretünk segíteni másoknak, és ez most kapóra jött, hiszen pont készül ez a darabunk, illetve felújítjuk ezt a régebbi darabunkat, és ez egy nagyon jó lehetőség, hogy most mi is kicsit így összerázódjunk a színpadon, és nem utolsó sorban meg tudunk segíteni másoknak. Igen, kérem, tehát az történt, hogy még most is felkavarnak az emlékek. Halljuk a vádat! A Farkas és Piroska című előadásával fellépő tóalmási titánok hétköznapjaikban is maguknak érzik az alapítvány célját, mert tagjai között van autizmussal élő, akire jóval nagyobb körültekintéssel kell figyelniük. A színjátszó csoportunkban már dolgoztunk olyan emberekkel, akik autisták voltak. Jelenleg is van ilyen ember a csoportban, tehát úgy gondolom, hogy erre a figyelmet felhívni a mai világban eléggé szép és nemes feladat. A hallottak alapján az alapítvány legfontosabb feladatai jelenleg, hogy a működési költségüket előteremtsék a tavaszi pályázati szezonig, illetve találjanak egy lehetőleg olyan térítésmentes teret, ahol állandósulhatnak a foglalkozások a gyermekek érdekében. Felajánlásokat a képernyőn látható elérhetőségen és számlaszámon lehet megtenni.